köszöntöm Önöket, és azzal köszönöm, hogy nagyon fontos ma Mátyás királyról beszélni, az utolsó magyar szaktáris királyról. Nagyon fontos elsősorban magyar szempontból, mert olyan távolságba került a Mátyás nagyságú főpolitikusoktól a magyar politikai élet, hogy csak akkor tudjuk felfogni, hogy milyen volt az a magasztos világ, amelyik a Mátyás királyi volt, ha mai tapasztalatunkat elfelejtjük, gondolat és érzésvilágunkat, nem vetítjük vissza a múltba. De nem csak magyar vonatkozása miatt és a mai magyar helyzet miatt nagyon fontos erről a korszakról beszélni, és különösen Mátyás királyról, Mátyás és a Szent Korona viszonyáról, hanem azért, mert annak idején Mátyás király nagy reménysége volt Európának. Pedig annak idején Európa nem volt ilyen nehéz helyzetben. A mai nehéz helyzetben, a nehéz helyzetek alatt nem azt értem, amit az újságok, a liberális újságok. Tehát nehéz helyzet akkor is lehet, hogyha magas az úgynevezett álélet színvonal. Mert nagyon nehéz helyzetben van bizony manapság az egész kereszténység, a németek is, a franciák is, az angolok is, és a többiek is, mert a nemzethalál rémével kell szembenézniük. És legjobbjaik, a valódi hagyományőrzők szeretnének méltó választ adni a nagy kihívásra. Szeretnék megtalálni a megoldást, szeretnék látni a jövőt, és tehát szeretnének méltóképpen védekezni a nemzethalál fenyegetésének idején. És legjobbjaik azt is felismerik, hogy egyetlen megoldásuk visszatérni az értető hagyományokhoz, a szakrális hagyományokhoz. De amikor ezt így megfogalmazzák maguknak, akik azt mondják, hogy talán későn, mert nem találják az utat. És akkor azt mondják, hogy azért szerencsére a középkor vége felé egy különös csoda történt, és ez a csoda a Kárpát-medencében történt. A csoda lényege az, hogy amikor egy másik nagy kihívásra kellett válaszolni a kereszténységnek. Erről azt hiszem meséltem már erről a nagy kihívásról. Alighieri Dante fogalmazta meg leghatásosabban, vesztes keresztény világ, mert megváltozik az uralkodók és a népek viszonya, a jövendő uralkodójától már félni kell, nem lehet bízni benne. Fel kell készülni az ellene való küzdelemre. Nagyon röviden úgy is megfogalmazhatjuk, hogy azt mondta Dante, és azt mondták sokan a korabeli magyarok is, hogy nem lesz többé szakrális királyság, és nem lesznek szakrális királyok. És ezért az uralkodó célja már nem is lehet, fel se tudja a jövendő uralkodója fogni azt, hogy mit jelent Isten akaratának méltó közvetítő jelenni. Mit jelent fényhíttá válni az országa és az ég között, ha nem lesz többet ilyen király, akkor, és ezért a magyar válasz a legméltóbb, Magyarországon eldöntötték, hogy a szakrális király teljhatalmát élő ember többet nem örökölheti. A szakrális király jogutódja egy mindenki által elismert szakrális személy a Szent Korona legyen. És megtörténik a nagy csoda, átmenti a Szent Korona a szakrális királyság hagyományait, amely búvópatakként jelen vannak. Jelen vannak most is, ha bár ilyen szomorú helyzetben az a búvópatak olyan nagyon elfedettnek látszik, de azt hiszem, hogy fel fog törni, mert nagyon sokan akarják, hogy ez bekövetkezzen, és nem csak magyarok, hanem mindazok a keresztények, akik szeretnének biztonságos jövőt teremteni a kereszténység számára. Látni fogjuk azt is, nem tudom mennyi idő lesz ezzel foglalkozni, hogy
Éppen ezért kezd megváltozni most semmi jele Brüsszelbe, legalábbis azok munkásságát figyelve, akikkel a magyar politikusok tárgyalnak, kezd megváltozni mégis a világban a magyar történelmezés, a magyarsághoz való viszony. Éppen ebben a nehéz helyzetben, ugyanis azt mondják sokan, hogy fel kell ismerni Trianon titkát, és fel kell ismerni, hogy Trianonban keresztrefeszítés történt, de azt is fel kell ismerni, hogy a magyar történelem misztériumjáték. És amikor ezt felismeri a nyugati világ keresztény ember, aki most még erőtlen, nem tudja hallatni a szabályt, akkor azt is mondja, hogy nem mindegy, hogy kinek az oldalán állunk ebbe a misztériumjátékba, de azt is hozzáteszi, hogy amit a Szent Korona átmentett, arra nem csak a magyarságnak van szüksége, és elhangzanak már olyan kijelentő mondatok is, hogy talán akkor, hogyha nem válik valóban magyar pártivá, magyar politikai élet, akkor talán kényszeríteni kellene kívülről, hogy mert nem csak a magyarságnak az érdeke, hogy valódi magyar tudományos élet legyen a Tudományos Akadémián, valódi politikai élet a Magyarországgyűlésben, és valódi magyar kormány legyen Magyarországon, mert mindannyiunk érdeke, mondják. Hát amikor az Európai Unióba belépett Magyarország, akkor várták volna, hogy viszi az oxigént magával. És megérkeztek a magyar követek, és nem volt náluk az oxigén. Hát az oxigén az a magyar közügyi hagyomány lett volna, amely olyan ennek a mai alkotmánynak nevezett alaptörvényhez képest, mint a braziliai őserdő és egy faültetvény. Tehát a braziliai őserdőt várták, és megjelentek a magyar küldöttek egy faültetvénnyel. Az bizony nem árasztotta magából az életet adó oxigént, és fel sem fogták, hogy mit cselekszenek. Ugyanis még egyeztetni is próbálták ezt az alaptörvényt, ezt a faültetvényt, amit a magyar történelmi alkotmány és a Szent Korona tanhelyek vittek, holott az már egyeztetve volt, hiszen miből is áll ez? A sztálini keretbe szépen bemásolták a rendszerváltoztatás után. Azt a német alkotmányt, amit büntetésből kaptak a németek a második világháború után, hát az már egyeztetve volt. De az első világháború után a németekre erőltetett weimari alkotmánytól nem sokban különbözik, tehát kétszeres büntetésből kapták a németek. És most már mondják is sokan közülük, hogy a nemzethalállal talán azért nem tudnak méltóképpen szembenézni, mert közjogi gyökere van mindennek. Nincsenek közjogi hagyományaink, nem szerves jogfejlődés eredménye, ami történik, ezért nem tud feléledni az önvédelmi ösztönük. És mondják is, hát körülbelül a 10. sor után éjfél fele már nem is lehet velük másról beszélni, mondják, hogy hát igen, hát jelen helyzet az, hogy ugyanaz az elfekvő, amelyben lakik a németség és a magyarság, ők luxus lakosztályon, a magyarság jelen pillanatban még az alaksorba, de teljesen mindegy, mert innen csak egyfele, egyetlen út létezik, mondják németek szomorúan. És ilyenkor kezdünk beszélni a magyar történelemről, a Szent Korona tanáról és a magyar közjogi hagyományról, és mindarról, amit a Szent Korona átmentett, és különösen Mátyás királyról. Mátyás királyról azért, mert nem tanítják, döbbenetes, hogy mi történt a mi oktatásunkban, hiszen fél évet kellene Mátyás királyt tanítani, és a fiataljaink megváltoznak. Más lenne a nemzet önérzetük. Másképpen viselkednének szerte a világon, ha megértenék, hogy ki volt Mátyás király. Mi volt Mátyás királyban a legnagyobb félelem? Ez már nem Dante kora, akkor az már megvalósult Nyugat-Európában. Magyarországon is részben, de a szakrális királyságot Mátyás király felélesztette. Tehát ezért tekintenek Mátyás királyra, mint reménységre,
De Nyugat-Európában akkor mindig azt mondták, amit legszebben azért Shakespeare fogalmazott meg később, hogy kizökkent az idő. A kizökkent idő azt jelenti, hogy halódóban vannak a szakmai és királyság hagyománya, és ez a politikai életet veszik figyelembe, ezért mondja Hamlet azt, hogy kizökkent az idő, és ő képtelen, úgy látja, képtelen lesz helyre tolni azt. A kizökkent idő azt jelenti, hogy a szakrális hierarchia helyét, a szakrális hierarchia lényege az, hogy benne mindenki beavatása minőségétől függően foglalja el a helyét. Tehát áttekinthető. A szakrális hierarchiától nem idegen például az istenítélet próbája. Mert nagyon, nagyon ritkán fordul elő, hogy valaki nem a saját helyén van. Ezt felváltja Dante jóslatának megfelelően egyébként a hivatalos hierarchia, ahol mai csúnya szóval a kontraszelekció az, ami uralkodik, és alárendeltségi viszony van ebbe a különös hierarchiába, másikba mellérendelési. Nagyon bonyolult kérdés ez egyébként a Szent Koronát tana is kötelezővé teszi, hogy a mellérendelés elve határozza meg ebben a magyar világban a politikai életet és a társadalmi életet, de amikor felváltja a hivatalos hierarchia, az áttekinthetetlen, megbízhatatlan hierarchia a szakrális hierarchiát, akkor kizökken az idő, nem lehet bízni többet azokba, akik elfoglalják a magas helyeket ebbe a hierarchiába. És hát kicsit előreugorva az időbe, rejtélyes módon a magyar történelemben mindig jelen volt a két hierarchia. Nem tudom, hogy most jelen van-e, bár jelen lenne. Jelen volt a két hierarchia, és figyeljük meg, hogy hogyan élet fel hirtelen a szakrális hierarchia, például a reformkorban. Amikor egyszer csak a magyarság úgy viselkedik, mint hogyha élő lenne a szakrális hierarchia, és a szakrális hierarchia csúcsán álló Széchenyi István lenne a király. És különös ez az archaikus, mindjárt visszatérünk Mátyás királyhoz és a Szent Koronához, de ez nagyon fontos ezt látni, hogy milyen különös, hogy miképpen érvényesül itt a minőség elve. Miképpen határozza meg a mellérendelés elve ezt a hierarchiát, hiszen amikor elkezdődik a reformkorban például Széchenyi István és Kossuth Lajos küzdelme, akkor nyoma sincs annak, hogy egy arisztokrata küzd egy közlemessel. A mellérendelés elvét lehet kitapintani a létezését és politikai életet meghatározó erejét abban, ahogy küzdenek egymással. Hol van Kossuthban kisebb rendőrségérzés? Sehol. Kik állnak Kossuth mögé? A többi arisztokraták. Amikor érzik, hogy igaza van, vagy szembefordulnak vele, amikor úgy érzik, hogy nincs igaza. De különös dolog történik. Helyre tolják egy időre a kizökkent időt. Hát Mátyás korában Mátyás királytól várják azt, hogy helyre tolja a kizökkent időt. És amikor ma kinevetik ezért, tankönyvek nem tudják meg, hát minden pénzbe gondolkozva nem is nagyon lehet meg csak észszerűséggel megítélve mindent, tehát metafizikai megközelítést nem vállalva, nem is lehet megérteni, hogy lehetett Mátyásnak akkora önbizalom, hogy kimondja, hogy Konstantinápolyban, Bécsen, Frankfurton és Rómán át vezet az út, és ő elindul. Hát azért indul el, mert várják. Hát nem lett volna mindenütt olyan ellenállás, mint Bécsben. Itt arra hívnám fel a figyelmet, amit Ludovico Kárbenben mondott. Azt mondta, hogy lesz még egyszer ünnep a világon, amikor a magyar Mátyás királyt császárrá koronázzuk Rómában.
Hát rögtön hozzáteszi a mai tanulmányíró, hogy legalább egy végkaranyat remélt Mátyásról, hogy ekkora hülyeséget leírt. Mert nem tudják felfogni, hogy a korabeli ember még magasabb rendű is lehetett, mint a mai. Hiszen örökké valóságban gondolkozott, és nem nevelte a sajtó és a televízió és a könyvek arra, hogy pillanatnak éljen. És itt igen nehéz megérteni például, amikor ezt a legnagyobb csodát tanulmányozzuk, most visszatérünk egy pillanatra a Szent Korona kérdésköréhez, hogy hogyan alakulhatott ki a Szent Korona tana, hiszen a Szent Korona húsba köti az alkalmatlan király. Gyöngíti a királyi hatalmat. Hogyan alakulhatott ki? Hogy nem tudták a magyar királyt megakadályozni, hogy kialakuljon? És akkor döbbenten tapasztalja bárki, aki ezt a kérdést tanulmányozza, hogy azért nem, mert nem akarták megakadályozni. És döbbenetes, hogy a legnagyobb magyar királyok tették legtöbbet a Szent Koronatona kialakulásáért. Itt például Nagy Lajos és Mátyás király. Tehát itt egy titkot nem tudom, el lehet elárulni, nem tudom miért szégyen ezt mondani. Mátyás király tulajdonképpen Zsigmond király unokája. Hunyadi János törvénytelen fia Zsigmond királynak. Ez a titka annak, hogy akkora földbirtokot tudott csodaszerűen szerezni. Hát ez úgy látszik, hogy nem biztos, hogy nagyon tiszta szándékkal követte el, ez Zsigmond király, hogy nagyját tette a Hunyadi családot, és ezzel előkészítette az utat Mátyás király felé, de hát ez nagyon jó befektetés volt. De lehet, hogy látta, nem akarok ma Zsigmond királlyal foglalkozni, de gondoljuk át, hogy milyen okleveleket volt képes ez a Zsigmond aláírni. Ha kicsit tanulmányoznánk a szakrális király kérdéskörét, akkor talán őt is besorolhatnánk a szakrális királyok közé, hiszen mi történik Zsigmonddal, amikor a magyar nemzet ellen fordul? Amikor majdnem olyan gazemberséget követ el, mint néhány magyar politikus 2004. december 5-én. Bezárják bizony a magyar rendet. És mit tesz utána Zsigmond? Azt mondja, hogy megérdemelte, de előtte kiadott már egy oklevelet, amelyben látni lehet, hogy tanulékony, hogy fel tudja fogni, hogy hova érkezett, amikor megjutalmazza, köszönöm, hogy mondta, a Péter nevű országlakost, hát Péter ispánt, megjutalmazza, mert az felkelt ő ellene, hát ez rejtélyes dolog, hogy lehet valakit megjutalmazni azért, mert fellázadt, de hát megmagyarázza Zsigmond, hogy akkor kelt fel ő ellene Zsigmond magyar király ellen, amikor ő magyar király létére lázadó lett, szembefordult fölöttesével a Szent Koronával. Innen látszik, hogy mi a Szent Korona tannak a lényege már Zsigmond király korában is. De azt is tudjuk, hogy a Szent Korona tana az hosszú közjogi küzdelemben vált olyanná, amilyen. És Mátyás király volt az ötben, aki legtöbbet tette azért, hogy méltóképpen meg tudja határozni a magyar politikai életet a Szent Korona. Mint hogyha a Szent Korona tant, mint boltozatot, törvényekkel, megtörhetetlen oszlopokként létező törvényekkel támasztotta volna alá. De nem csak ő volt ilyen, már Nagy Lajos is, aki anélkül, hogy kényszerítették volna, nagyon fontosnak tartja újra kihirdetni és megerősíteni az aranybullát, és kiegészíteni az ősiség törvényével, aminélkül nincs Szent Koronatan. Nem tud működni, nem tudja meghatározni a magyar politikai életet, mondjuk Mohácstól 1848-ig. Kiszolgáltatottá vált volna a magyar nemesség, ha nincs ősiség törvénye, és olyan színvonalú országgyűlés lett volna régen is, mint most. Szolgák hada, megparancsolják nekik, hogy mondják azt a
a gazdára, aki hazudik, hogy kell, hogy igen, pártfogolják, és akkor nem mernek nemet mondani. Hát tanulmányozni kell a régi országgyűléseit, és elmúlik a szégyenünk. Hogy milyen valódi küzdelem folyt a régi országgyűlésébe, és hogyan készíti elő Mátyás király, hogy ez így legyen. Hogy lehet az, hogy egyszer csak Mátyás királynak, aki mindenki a magyar történelem legerősebb királyának tart, akiről Bonfini azt mondja, hogy ez az új Attila, és a korabeliak is úgy tudják, és a korabeli Európa is úgy tudja, egyszer csak törvényeket terjeszt elő, ma így mondanám, ő nem úgy mondta. Az országgyűlésnek az egyik törvény úgy szól, hogy túl kicsi a nádor hatalma a királyéval szembe. Legyen tízszerese a nádor hatalma, mert a nehéz helyzetekben a nádor vezetésével tud szembefordulni a magyar nemzet a királlyal. És ezt a király mondja. És hát a másik törvénye, amelyikkel a közlemesség szeretét erősíti. És a harmadik, azt látszik, hogy jó lenne azért Szakrális királyról beszélni, mert különleges képességei voltak. Ezzel azért a beavatásáról és a különleges képességéről mindjárt egy bekezdés erejéig visszatérek ehhez. De Mátyás királynak hirtelen nagyon fontossá válik, senki se fogja fel az ő korájába, miért olyan fontos, hogy legyen vármegyei önkormányzat. És azt mondja, hogy az alispán ne legyen alárendeltje a főispánnak. Előkészíti az európai közjog történet másik nagy csodáját, az alispán intézményét, hiszen az alispán lesz, Mátyás király indítja el ezt a folyamatot, az, aki választott hivatalnokként a megye tulajdonképpeni vezetője, mindenütt a főispán a megye a vezetője, Magyarországon Mátyás király által elindított folyamatnak köszönhetően az alispán, mert választott, a főispán pedig a király kinyújtott keze, vagy a kormány kinyújtott keze, és csak ellenőrzési joga van. Ilyenkor szoktak a nyugat-európaiak felállni, amikor a magyar közjog tanításába eddig érnek, bár ilyen szinten tanítanák Budapesten is, és azt mondják, hogy az ilyen csodák előtt, mert minden csoda, amikor nem az erőviszonyok érvényesülnek, hanem valami szentebb dolog, mint például itt a királyi akarat volt szent, akkor hát jelképesen kalapot ennek, vagy felállnak, de nagy tisztelettel beszélnek. Pontosan úgy, mint a Szent Koronatlan kialakulásáról, a magyar alispán intézményéről is. Még hát bevezetésképpen még elmondanám, hogy azért is, ha más irányból közelítjük meg a kérdést, akkor azt kell mondanunk, hogy azért is időszerű Mátyás király történetével foglalkozni, mert ő egy Európai Uniót akart megteremteni. Pontosan a fordítottját annak úgy látszik, mint amit most előkészítenek, mert ő egy olyan Európai Uniót akart, amelynek a középpontjában a szakralitás áll, az Isten közelség áll, az Istenhez felé közeledés, a kizökkent idő helyretolása, az ég kapujának nyitva tartása. És most ebben az Európai Unióban nem véletlenül úgy akarták elfogadtatni az alkotmányt, hogy még a kereszténység szó se szerepeljen benne, mint Európa, a régi Európa létrehozójának a tisztelgést se adták volna meg. Valószínűleg ezt most már nem fogják tudni megszavaztatni, mert kezdenek magukra ébredni most már a keresztény népek ebben a nehéz helyzetben. De valóban erről van szó, hogy amikor ő új Attilaként elindul nyugat felé, akkor nem mondja ki, hogy egy Európa jót akar teremteni, hanem ugyanazt mondja, amit mondjuk Szent István korában mondanak, és Spengler is mond, és mindenki, aki tanulmányoz azt a kort, hogy
feléled az egységes kereszténység eszméje, a birodalmi gondolat. A birodalmi gondolat, amelyet az határoz meg, ami már Szent István intelmeiben is benne van. Tehát az, hogy az legyen az irányító központ, ahol láthatóan nyitva az ég kapuja. És itt valóban kellene néhány szót szólni, hogy megértsük Mátyás királyt arról, hogy mi is ez a szakrális királyság, ki ez a szakrális király. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mert a felvilágosodás idején úgy döntöttek, hogy az emberiség történelme csupa fejlődésből áll. De ezt az elvet csak akkor tudták, ezt az elvárást csak akkor tudták érvényesíteni, hogyha azt is elfogadták, hogy nem szabad a történészeknek vállalni a metafizikai megközelítést. Ez azt jelenti, hogy akkor se szabad egy csodáról beszélni a történelemben, ha az valóban csoda. Tehát nagy talán például az európai történészek számára az, hogy történhetett meg az, hogy az európai történetben egyetlen alkalommal egy király képessé vált legyőzni önmagát, és győzelmét ki nem használva visszavonulni. Hát ezt Mátyás király példaképe Attila tette Róma falainál. És keresik a magyarázatot. Mert a magyarázat ott van a szentszék egyik nagy vagy kisebb termébe, Raffaello festményén, hogy megnyílt fölötte az ég, onnan valaki lejön. Nem ismert Raffaello magyar küldetést, akkor másképpen festette volna meg, de ahogy ő elképzelte, és az élő égi igazság azt parancsolja neki, hogy ne foglalja el Rómát, és engedelmeskedik. Soha hadvezér azóta nem engedelmeskedett így módon, előtte igen kimutatható a történelemben, de ez az európaiak számára most kezd egy hatalmas bizonysággá válni, hogy a szakrális királyság mégiscsak létezett, hiába tanítják a felvilágosodás óta, hogy nem létezett. És nem szabad vállalni a metafizikai megközelítést. De a metafizikai megközelítést nem vállaljuk, akkor nem tudhatjuk, hogy mi volt az a magyar küldetéstudat, ami Mátyás király magatartását is meghatározta. Hát ez is a Szent Koronával van összefüggésbe. Hát az élő égi igazság méltó szolgálata. De a magyar küldetéstudatban, mint egyébként biztosan több nép küldetéstudatában, az a központi kérdés, hogy mi által szán Isten sajátos értelmet a magyar létnek, vagy valamilyen más létnek, és a magyar történelem arról tanúskodik, és a régi szövegek is, hogy az élő régi igazság méltó szolgálata, és hogyha úgy egy mondatban meg akarnánk fogalmazni, hogy ki az élő régi igazság, akkor azt mondhatnánk, hogy Isten önvédő megnyilvánulása legnagyobb erő, legszilárdabb hatalom, szeretet oltalmazó, igazságosztó. Hát ez van jelen a magyar mitológiában, amikor hadmentő tündérről van szó. Ő a magyarok istene, a Tári Jüngürös például úgy nevezi, hogy igazság, csak mindig egy ilyen hódoló mondattal vezeti be örökösen, mert a magyarból törökre fordították, akkor került be ez a hódoló mondat, de igazságnak nevezi. Na most, ha Mátyás királyt meg akarjuk érteni, vagy a többi magyar uralkodót, akkor meg kellene tudni azt is, hogy mi volt ez a küldetés tudott, ami úgy azért meghatározta a létüket. Mert búcsú is kivégzésekor mit mond? Hogy ő nem fél a kivégzéstől, mert ő a magasságos Isten bosszújaként van jelen. Tehát az élő égi igazság küldte, tehát akkor ő nem semmisül meg egy kivégzés által. Tehát ezt a magatartást valamiképpen meg kellene érteni. De itt kellene vállalni a metafizikai megközelítést. Mert különös helyzetben vannak a történészek, hetente egyszer egy órán át szabad vállalniuk a metafizikai megközelítést, amíg a templomban vannak. Hazamegy, leül az íróasztalhoz, elfelejti. Mert a tudományos akadémiák elvárják tőle.
Épp úgy elvárják tőle, mint sok tabut kényszerítenek. A történelem tudom erre így például azt is, hogy a történelemben minden spontán folyamatnak kell tekinteni, mert hogyha nem tekintenek mindent spontán folyamatnak, akkor minden történelmi munka elősegítheti az összeesküvés elméletek kialakulását. Pedig a történésznek csak a hamis összeesküvés elméletet nem lenne szabad alátámasztani és foglalkoznia vele, de ha valahol valóban összeesküvés történt, az bizony le kellene lepleznie. Hát mit értünk meg Trianonból, ha csak azt látjuk, hogy mi volt a kulisszák előtt? Csak akkor értjük meg, ha azt tanulmányozunk, hogy mi volt a kulisszák mögött. De hát ez nem csak a 20. században volt így, hogyha visszamegyünk a történelembe és meg akarjuk érteni Attilától kezdve az Árpádház történetét, de a korabeli Európa történetét, korabeli kereszténység történetét, vagy Mátyás király történetét, akkor is vállalnunk kell a metafizikai megközelítést, hiszen, mint mondottam, meg kell értenünk, hogy mi a szakrális királyság, és ki a szakrális király. Tehát, hogy nem akarom túlságosan leegyszerűsíteni, nem szabad leegyszerűsíteni ezt a kérdést, de a szakrális királyság lényege az, hogy a királyság fölött rejtélyes módon valóban nyitott az ég kapuja, és ezért különös csodák történhetnek. És van a szakrális király, akinek nagyon rejtélyes a beavatása, de fennmaradt a beavatása például a magyar népmeségben, archaikus népmeségben. És fennmaradt a magyar mitológiába a beavatása, és annak idején, amikor már tilos volt a szakrális király beavatásáról írni, akkor sokan írtak úgy, hogy csak azok értették, hogy miről van szó, akik tudtak a sorok között olvasni. Szent Dánte Isten színjátékának az egyik vonulata is a szakrális király beavatásáról van szó, amikor Vergilius a fejére teszi a koronát és a mitrát, akkor tulajdonképpen azt mondja, hogy szakrális király vagy. Tehát az égkapuja nyitott számára találkozhatsz Tündér Ilonával, akit ő Beatrice-nek neveztek, mert nem volt szabad Tündér Ilonával akkor beszélni. Tehát, hogy tulajdonképpen ki ez a Tündér Ilona. Tehát itt, amit hangsúlyozni kell Mátyás király tetteit megérteni akarván, hogy őt beavatják. Miképpen Szent Imrét is beavatták, erről elég sokat tudunk, ahogy Szent Istvánt is beavatták, ahogy Álmost beavatták, Attilát, hogyha megyünk visszafele, vagy ahogy Szent Lászlót beavatták. Egyébként a magyar nemzet legszívesebben Szent Lászlóra emlékszik a szakrális királyok közül, annyira, hogy rá átruházza Szent Lászlóra a szakrális király minden tulajdonságát és minden csodáját. Ezért van jelen a népköltészetben és a különböző freskókon egy olyan Szent László, aki ugyan Szent László is, de azért néhány ezer évvel idősebb is. És itt még egy zárójeles megjegyzést tennénk, hogy miért olyan nehéz most tanulmányozni ezt a kérdést. Nagyon nagy hiba volt valamikor, nem tudták, hogy ennek milyen következménye lesz, hogy nem tartották fontosnak az írásbeliséget. Hát aki a kelta hitvilágot tanulmányozza, például Eliade vagy bárki, rögtön kijelenti, hogy a legnagyobb nehézség az, hogy szájhagyomány útján terjed, hogy megtanulták a szövegeket, megtanulták a hőskörtöttenéneket, megtanulták a szent könyveket, ahelyett, hogy leírták volna. Na most emiatt van az, hogy nem tudják manapság, de kezdenek rájönni, hogy mi is a magyar nyelv. Mert annyira rájöttek a nyelvtörténészek, hogy a magyar nyelven léteztek ókori szentkönyvek. Hiszen amikor a bibliafordítások, az első bibliafordításokat megkezdik, a világ döbbenetére, sajnos nem verik nagy dobra,
A nagy csoda az, hogy nem kell fogalmakat kitalálni, csak latin betűkkel leegyezni, ami már létezik a magyar nyelvben. Tehát kiderül, hogy egy ókori birodalmi nyelvről van szó, amelynek nem maradt fenn az írásbelisége, hát fennmaradt egy része, például az etruszk feliratokba utalok Mário Alenei különös könyvére, aki azt a címet adja a könyvének, amikor az olasz kiadás jelent meg, hogy ez az etruszk a magyar nyelv egyik archaikus változata. Tehát ez a különös magyar szakrális királyság és más szakrális királyságok. Itt egyébként, ha a történészek azonosítani akarnák, hogy pontosan melyik volt ez a, vagy többek között melyik volt ez a magyar szakrális királyság, akkor a szkíta birodalomhoz jutnának. Nem véletlen, hogy ezt nem tanulmányozzák. Annak ellenére, hogy annyi a régészeti lelet, a szkíta birodalom története kimarad az európai történelmről. A jövendőben reméljük nem, mert nagy szükség lesz a szkíta hagyományokra is. De ami a szkíta aranylemezeken rajta van, és azokat meg kell fejteni. És hát nagy segítségére lesz a kutatóknak az, hogy a szkíta birodalmi nyelv, az állami és ítélet nyelve az bizony átmentődött és élő nyelvként jelen van. Nem véletlen, hogy bárki, aki nagyon nagy igénnyel kezd közeledni ahhoz a különös rejtélyhez, hogy meg kell találni azt a nyelvet, amelyen nem egyszerűsítünk le semmit, akkor hirtelen megtalálja a magyar nyelvet, mint például Bernard Shaw, aki hát írként is rokon szenvezett volna azzal a gondolattal, hogy ne angolul kelljen írnia, de végül feladta, nem írt drámát magyar nyelven, mert nem tudta elérni azt a színvonalt, amelyet elért Arany János. Tehát ez egy rejtélyes meghátrálás. De amikor a magyar szakrális királyságot tanulmányozunk, akkor ezeket a kérdéseket is tanulmányozni kell. Egyébként ismert volt a magyar őstörténet nagyjából a 18. századig, 19. századig. Olyan egyszerű volt például Bonfini számára, hogy amikor elkezdte írni a magyarok történetét, akkor úgy kezdte az első fejezetet, hogy a szkíták is fog, és akkor 150 oldal, nem tudom mennyi. A szkítákról szól, aztán a hunokról. Aztán még a 19. században is, és akkor különös dolog történik a 19. században. Azok az emberek, akikre én most gondolok, azok nem vádolhatók egyébként semmivel, mert nem fogták fel valóban, mit cselekszenek, ki lehet mutatni a levelezésükből. Tehát itt most a déli bábos történészekről beszélnék, az indogermán déli bábos kodókról. A mi tankönyveinkben valami magyar déli bábosokról kezdtek beszélni, mert az indogermán déli bábosok, ha valaki nem mondta azt a déli bábos gondolatot, amit ők már elfogadtak, elnevezték az ellenfelet déli bábosnak. Így nevezték el azokat a magyar tudósokat, akik megpróbáltak a régi magyar hagyományokra hivatkozni, és szerették volna megőrizni a magyar őstörténetet egységébe. Tehát nem óhajtották alárendelni a magyar történelmet annak, hogy az csak finugor történelem, hiszen az 1%-a a magyar őstörténetnek. Ha az 1%-ot felfújja valaki 100%-osra, akkor egy luftballon keletkezik, ami előbb-utóbb kipukkad. Most kezd kipukkadni, Finnország fölött már kipukkan. Tehát mert mondják, hogy ez tarthatatlan tovább. De hát elveszik, amikor megteremtik tulajdonképpen minden rossz szándék nélkül. Úgy csinálják egyébként, mint a gyarmatosítás szabályai szerint. A térképekre kitűzik a különböző őshazákat és elméleteket. És akkor a következő, aki tanulmányozza a kérdést, azt kell figyelembe venni, hogy hol nincs zászló. Tehát a magyar kérdésben az volt döbbenetes, hogy nem lehetett a szkíta birodalmat kutatni a magyar történelmet, a magyar múltat, mert oda ki volt téve az indogermán zászló. És miért volt kitéve? Mert nagyon szeretetre méltó volt a történelmük. És azt mondták, hogy
Hát, hogyha nem tudják megfejteni, hogy milyen nyelven beszéltek a szkíták, akkor mondják azt, hogy óiráni nyelven. De nem tudták, nem ismerték az óiráni nyelvet, de azt már elfogadták azelőtt, hogy az viszont indogermán. Tehát így lettek a szkíták indogermánok a déli bábos történészkedőknek köszönhetően. De ezért nem lehetett aztán tanulmányozni a magyar szakrális királyságot se, mert hogyha a magyar történelem a Krisztus utáni évezetbe kezdődik, akkor már Plátonra hivatkozva se lehet komolyan venni, hogy magyar szakrális királyságot akarunk tanulmányozni. Hiszen Pláton azt mondja, hogy kezdjük elfelejteni, milyen volt a nagy múlt, a szakrális királyság. Tehát amikor meg akarjuk érteni Mátyás királyt és a többi magyar szakrális királyt, akkor legalább 2000 év történelmét valamiképpen tanulmányoznunk kellene, tudnunk kellene a rejtélyét. Tudnunk kellene legalább azt, hogy miért voltak különleges képességeik, milyen volt ez a beavatás. És kiderül számunkra, hogyha tanulmányozzuk és nem törődünk a metafizikai megközelítés tilalmával, hogy nem is olyan nehéz megérteni, mert például mi volt a magyar történelemben a királyi, de nem csak szakrális hierarchiában, nem csak a királyt avatják be. Tehát mivel a szakrális hierarchiában mindenki beavatásának minősége által foglalja a helyét, és nagyon fontos volt az is, hogy egy nagy családnak ki a tulajdonképpeni vezetője, a beavatás mindenki számára fontos. De hát ezt kell tanulmányozni a magyar népmesébe. A magyar népmese erről szól. A beavatandó mindig a legkisebb királyfi. És mindig rendkívüli próbákat kell kiállnia. De van egy segítőtársa. És ez a segítőtársa, ez a nagy rejtét megfejti. Mert hát az ős magyar sírokban koponya lékeléseket találtak. Na most az a beavatásnak a különleges velejárója kezd kiderülni, hát ezt még tanulmányozni kell, tehát egy kicsit feltételes módban illene foglalkozni, de azért beszélni kell róla, mert olyan hosszú ideig nem beszéltek róla, hogy beavatás a tátos parika által. Hova tudott a legkisebb királyfi eljutni általában a tátos parika által? Tündéri Ilona kastélyába. És ki Tündéri Ilona, és mit jelent ez, akkor hirtelen nem fejtem ki most a maga bonyolultságába, mert nem is szabad így leegyszerűsíteni, de tulajdonképpen arra döbbenünk rá, hogy van bizonyítéka ennek a nagy beavatásnak. Úgy is hívták, vagy úgy is lehet hívni, hogy beavatás a szakrális szerelem által, amikor hát a beavatandó felül a tátos paripára, és olyan szintre jutott, hogy a tátos paripán be is tud jutni abba a másik világba, akkor nem esik le a tátos paripáról, de ha leesik a tátos paripáról, akkor bizony koponya lékeléssel próbáltak segíteni rajta, hiszen a beavató energiát a hátgerinc mentén felvitték a koponyaüregbe, és nagyon fiatalok esetében viszont fennállt a veszély annak, hogy nem vették komolyan azt a tanácsot, hogy azt nem szabad a koponyaüregből vissza kell vezetni. Tehát keringetni kell azt a rejtélyes energiát. Hát többet erről nem akarok mondani, illetve nincs értelme most mondani, de a magyar király beavatása, a magyar szakrális hierarchia, kezdve azt hiszem a harcosoktól beavatása nagyon fontos volt, és hogy a régi történetekből azért tudjuk ennek az eredményét, mert például a nagy magyar királyokról feljegyezték, hogy milyen különleges képességeik vannak. Például Mátyás királyról elsősorban azt jegyzik fel, hogy
csillagokban olvas, hogy gondolatolvasó, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy látja minden emberbe a fény és sötétség arányát, és attól függően, hogy mit lát, választ ki valakit vezetőnek. De lássuk csak, hogy, és ez is nagyon időszerű kérdésre rámegy tanulmányba, hogy viselkedett Mátyás olyan politikusokkal, vagy katonákkal, akik nem engedelmeskedtek neki. Tehát azt merték mondani a jelenlétében, hogy nem. Hát ott vagyunk annál a pillanatnál, amikor ez még mindig csak példa a Szakrális királyság kérdésére, a Szakrális király kérdésköréhez, amikor elindul a nyugati hadjáratra. És a hadvezére azt mondja, hogy nem ért egyet a nyugati hadjárattal, és nem engedelmeskedik. Ő keresztény ember ellen nem fordít kardot. Tehát nem vállalja a Bécs irányába a hadjáratot. Ezt az embert úgy hívják, hogy Bátor István. Nem a nagy Bátor István, a lengyel király, hanem egy másik Bátor István, korabeli, Mátyás korabeli Bátor István. És mi történik Mátyással, amikor meghallja, hogy kedvenc hadvezére azt mondja neki, hogy nem engedelmeskedik. Saját lelkiismeretére hallgat. Kimeri mondani a király jelenlétében a nemet. Akkor Mátyás király ránéz, és mit lát? Fényt lát. Jó szándékot lát. Hitet lát. És azt mondja, István, hát ha nem akarsz jönni a nyugati hadjáratra, akkor nem te fogod vezetni. De feltenném neked a kérdést, hogy a déli hadszíntér vezetését vállalnád-e? Tehát nem azt mondja, hogy kidobjuk a frakcióból, és megfosztjuk a jövedelem forrásaitól, vagy nem tudom, hát Bátor István történetét eléggé tudjuk, hanem tudomásul veszi, hogy lehet önálló véleménye, szembefordulhat vele, mert világosság látszik benne. Az aurája tiszta, mondanák a mai kérdéssel foglalkozók. Tehát, vagy még Mátyásról egy példa, de visszatérünk még összegezvés Mátyás király korát, hogy mi volt a legfontosabb a szakhelyes uralkodó számára, hát azon kívül, hogy különleges képességei vannak. Egyébként, amikor már elfelejtették, hogy ez tulajdonképpen milyen volt, akkor a mesék egy kicsit hamisítva adják vissza, ugyanis ott van például a kolozsvári bíró története. Mátyás királynak nem kellett elmenni fát vágni a kolozsvári bíróhoz, hogy megtudja, hogy hány pénzt ér a kolozsvári bíró, csak arra emlékezett mindenki, hogy mindig igazságot tett. Tehát ezért kellett, hát valahogy meg kellett tudja, hogy rossz ember, ezért kezd a firkálni a fákra, hogy bizonyítsa, hogy ő bizony ott volt. De hát pontosan úgy láttam, mint Bátor Istvánban a kolozsvári bíróról a sötétséget, amikor látta Bátor Istvánban a fényt, tehát már ez elég volt ahhoz, hogy a kolozsvári bírót számüzze, mint hogy számüzött mindenkit, aki hazudott. Akkor is, hogyha érte hazudott, az olaszok jegyzik fel, minden olasz, tudták, hogy nem szabad nyíltan beszélni arról, hogy mire készülnek, mert hiszen a kizökkent idő helyretolására készülnek, azért vannak ott Mátyás körül, de leírják, hogy jönnek Mátyáshoz és felajánlják szolgálataikat különféle emberek. Még olyan is volt, aki Mátyás legnagyobb ellenségének a fejét hozta volna. És Mátyás ilyenkor írják az olaszok, soha nem fogadja el a segítséget, és megmondja neki, hogy akit most elárultál, azt értesítem. Tehát menekül. Nem is öli meg. Azt mondják, elhagyhatod az országot. De általában az ilyenféle ember számüzte. De van egy nagyon fontos dolog, ami meghatározó a magatartásukban. Az, hogy az uralkodást próbatételnek tekintik.
Tehát gondoljuk el az alapállást magát. Tehát adott egy milliárd esztendő, hogyha így ki akarjuk valahogy fejezni az örökké valóságot, amelyet a király, mert nagy a tét, ha valaki király, vagy megszerezhet magának, vagy nem. De hány perc, hány percig tart az örökké valósághoz viszonyítva az uralkodása? 5 percig. Ebben az 5 percben én nem akar visszaélni a hatalommal. És ilyen különleges csodák történnek, ennek is megvan a metafizikai megközelítése, hogy Mátyás király bement áruhába ellenséges várakba, tehát ezt lejegyezték róla, tehát ez nem is vitás kérdés a történettudományban, csak azt mondják, hogy hát azért nem uralkodóhoz méltó cselekedet volt, hogy saját maga ment el kémnek. Hát nem bízott a kémjeiben, miért nem képezett ki titkosszolgálati embereket? Tehát mi történt Mátyás király, amikor bement egy ellenséges várba? Érvényesítette azt, amit kicsibe a rejtélyes lovagi tornáin. Amikor senki se tudta, hogy ő hogy van felöltözve. Tehát veszélyes volt ez a lovagi torna. De mi volt, kikövetkeztethetjük ezekből Mátyás király elmondatát, hogy uralkodónak, királynak lenni azt jelenti, mint szüntelenül istenítélet alatt állani. És mikor ment ő ellenséges várba, amikor ezt a jelmondatot érvényesítette? Tehát amikor alávetette magát istenítéletnek. Mikor vetette alá magát, amikor elbizonytalanodhatott önmagába. Tehát azért kell elfelejtenünk mai gondolat és érzésvilágunkat, és képessé válván arra, hogy ezt a mátyási kort felfogjuk, hogy itt még így gondolkoznak. Tehát, mert ha a 20. századi tapasztalatokat, vagy legújabb tapasztalatokat figyelembe veszük, akkor kezd felfoghatatlanná válni. Tehát, hogy egy király önként vállalja az istenítéletet, ha elbizonytalanodik. Mert mit mond Mátyás? Neki hosszú óra van. Ezt mindig személyre is vetik, amikor leírja valaki, hogy áruhába ellenség közé keveredett. Azt mondja, hogy ha ő még mindig király, de akkor még a királyt úgy fogjuk fel, ahogy a szakra is királyt fel kell fogni. Ha ő még mindig fényhíd, akkor ő ott nem látszik. Tehát őt ott egy nagyon nagy hatalom láthatatlanná teszi. Ha nem teszi láthatatlanná, jobb, ha ott marad. Mert akkor ő már nem a király. Akkor már nem ragaszkodik a hatalmához. Tehát ez van elmögött a kicsin történet mögött, hogy bemegy ellenséges várakba, és nem bizalmatlanság valaki iránt, vagy valaki iránt. Egyébként Mátyás életének nagy rejtélye, történetének nagy rejtélye az ellene előkészített lázadás, amelyet a legjobb barátja, atyai jó barátja szervez, Vitéz János, a Magyarország főpapja, és nagyon nagy rejtély van mögötte, tehát ha ennek a lázadásnak a történetét megfejtjük, akkor talán megfejtjük nem csak Mátyás korának a lényegét, hanem azt is, hogy azt a különös világot, ami a magyar világ mohácsutás, amit úgy lepleznek előttünk, de különös módon úgy fel-fel csillan, hogy tulajdonképpen nem az a világ, amit nekünk tanítanak. Mert hiszen milyen világról van szó? Mátyás király nagyon sokat tesz annak érdekében, hogy ezt előkészítse. De amikor visszatérünk a lázadás kérdéséhez, akkor sok minden talán megvilágosodik ebből, hogy rendkívül nagyot zuhan a magyar állam. Már nem nagy hatalom többé. Vége. Mátyás királlyal tulajdonképpen vége a magyar nagyhatalomnak. De mégis szellemi nagyhatalom valami miatt. Ezért történnek mindig csodák. Ezért nem érvényesülnek az erőviszonyok. Ezért
történhet meg az, hogy egy Betlen Miklós, és szeretem ezt a történetet elmondani, hanem nem fogom elmondani, mert nyugtatok mindenkit, hogy Betlen Miklós hogy győzi le első Lipótot, aki az egyik legnagyobb ellenfele a magyar nemzetnek. Hogy egyszerűen valami miatt nem az erőviszonyok érvényesülnek, hiszen ha Mohács után az erőviszonyok érvényesültek volna, akkor a német-római birodalomban, personálunióba került Magyarországot a német-római birodalom pont úgy felszállja, mint Csehországot, korabeli Csehországot. De valami megmenti, hát úgy tudjuk, hogy a Szent Korona menti meg, éppen azáltal, hogy a történelmi alkotmány és a Szent Korona tana különös módon, de együtt a Szent Korona misztériumával, ezekre a kérdésekre bőven most nem szeretnék kitérni, nagy mértékben meghatározza a magyar nemzet és ellenfelei küzdelmét. Például központi kérdésé kezd valóban válni az, hogy a német-római császár, aki egyszerűen magyar király, és akinek a hadseregének nem tudna ellenállni a magyar nemzet, nem tud elvenni a magyar királyságból egy négyzetméteres területet se, és nem tudja a törvényeket elvenni a magyaroktól. Tehát különös módon a magyar közjog csak gazdagodik, a magyar történelmi alkotmány csak gazdagodik, a Szent Koronatan pedig sziklaszivált a hazújkorba. Na most miért van ennek rendkívüli jelentősége? Mátyás királyra aztán visszatérünk szünet után, tehát most már akkor összegezve a Mátyás király történetet, mert van egy különös helyzet, és ez nagyrészt Mátyás királynak köszönhető, mert valóban látta, hogy fel kell készíteni valamilyen nagyon nehéz évszázadokra kell a magyar nemzetet felkészíteni. Mátyás király számára nagyon fontos az, ami központi kérdés egyébként a Szent Korona tanának, hogy a Szent Koronában egyesülnek a király és a nemzet, de úgy, mint a végérvényesen megosztott törvényhozó és végrehajtó hatalom részesei. Ha nem lett volna megosztva a törvényhozó hatalom és a végrehajtó hatalom, amikor kezdődik a Habsburgkor, akkor a magyar nemzet nem tud ellenállni. Na most, amikor olyan alacsony színvonalú a magyar törvényhozás, olyan jó, hogyha egy kicsit káprázik a szemünk, ha beletekintünk abba, hogy a régi magyar országülésben hogy vettek figyelembe törvények alkotásánál nagyon fontos szempontokat, és azt, hogy a törvény megtörhetetlen oszloppá váljon. Amikor ezt tanulmányozzuk, akkor érdemes, mert önbizalmunk is visszatér, akkor úgy megértjük a rejtélyét annak, hogy a Szent Korona misztériuma és tanáltal meghatározottan milyen volt egy régi magyar politikus, hát Mohács után már nem uralkodókról beszélünk, ha bár magyar király mindig van, csak nem tud magyarul, és nem tudja felfogni magyar királyi kötelességeit, de nem is tud szembefordulni vele. Hát második József megpróbálja felszámolni a magyar nemzetet, és döbbenten tapasztalja, hogy a magyar nemzet Mátyás királynak engedelmeskedik. Mert az alispánok hiúsítják meg második József rohamát, és mert a vármegyék ellenállnak. Pedig nagyon alamuszi dolog ez, mert életszínvonalat emelnének meg mindent, hát el kell olvasni Jókainak a Ragráviát. Hogy még Jókai is nagyon értő, hogy ezt a szeretetlen éltó követőjük második Józsefnek, aki jót akar. Ezt hát a regényben fogja így fel Jókai, a valóságban ő is tudja, hogy miről volt szó tulajdonképpen, tehát megpróbálva Rábi Mátyás szemével nézni, egyszer csak azt mondja, hát ez
ez hozná a nyugat-európai életszínvonalat, ahogy most mondanák. Tehát nem mondanák, hogy a magyar föld, mivel azért nem lehet egyenrangú a franciával, vagy valami. Tehát mindenben egyenrangúságot, magas életszínvonalat ígérgetnek, és a magyar vármegye itt ez esetben Szentendre, oda érkezik, ellenáll. Ellenáll, mert látják, hogy mi van az ígérgetések mögött. Tehát, hogy valaki itt a magyar államiságot fel akarja számolni. Valaki itt szembefordult a Szent Koronával. Nem véletlenül, hogy nem merte magát megkoronáztatni a Szent Koronával. Tehát éber a magyar önvédelmi ösztön. És hát itt megint kiderül, hogy milyen fontos volt Mátyás királynak az a törvényjavaslata, hogy legyen vármegyei önkormányzat, mert hiszen amikor nincs magyar haderő, amely ellen tudna állni a magyar királynak, aki egy személyben német-római császár, akkor a passzív ellenállás a magyarság fegyvere, de legalább olyan erős fegyver, mint Gandhi kezébe a passzív ellenállás, amikor az angolokat elzavarja Indiából tulajdonképpen. Hát emlékeztetek arra, hogy Mátyás király egyszer csak nagyon fontosnak tartja, hogy létrejöjjön az Alispán intézménye. Nincs még így megfogalmazva, hogy aztán a később, aztán a Corpus Jurisba bekerül. De legyen egy választott alispán, aki nem engedelmeskedik a főispánnak, nem köteles engedelmeskedni neki. Tehát szétválasztja a főispán és az alispán intézményét, létrejön az autonóm vármegye, amely által védekezni tud a magyar nemzet, és amely által a Szent Korona tan is meg tudja határozni a magyar politikai életet. Mert nincs magyar kormány. Rossz se. Tehát egyáltalán nincs magyar kormány. A végrehajtó hatalmat a vármegye által osztja meg a magyar király és a magyar nemzet ebbe a korba, és hát így érvényesül a Szent Korona tannak a követelménye, hogy már pedig csak megosztott lehet a végrehajtó és a törvényhozó hatalom. Mátyás királynak ez nagyon fontos, és a következő évszázadok bizonyítják, hogy mennyire igaza volt. De itt a lényeg az, hogy ennek köszönhető, a Szent Korona tan ezen követelményének köszönhető, hogy Magyarország törvényesen csak alkotmányos monarchia lehetett. Mert ha megosztott a törvényhozó hatalom az országgyűlés által, és megosztott az autonóm vármegyére által a végrehajtó hatalom, akkor, és mindez alátámasztva a történelmi magyar alkotmánnyal, és nyilván a Szent Korona tanával, akkor ebből már nyilvánvaló, hogy a alkotmányos monarchia az nagyon szilárd a magyar királyságban. És erre nem Mátyás korában van nagyon nagy szükség, hanem a Mohács utáni évszázadokban. A nagyon különös az, hogy Mátyás ezt előre látja. Na most itt nehéz helyzetben van a mai történész, mert nem vállalja a metafizikai megközelítést, akkor azt mondja, hát honnan tudja? Milyen spekulációval deríti ki, hogy mi fog bekövetkezni, stb. De ez sokkal rejtélyesebb, és gondolom, hogy tarthatunk egy rövid szünetet, és aztán időrendben megpróbáljuk Mátyás uralkodását. Most következhet Mátyás király története, de ne ígértem szünetbe, mert nem mindenki hallotta, hogy elmondom nagyon röviden Bethlen Miklós és első Lipót küzdelmét, hogy lássuk, hogy milyen csodákról van szó. Szóval, hogy a csodák megértjük, ahhoz kellett is kismerkedni a Szent Korona misztériumának a kérdésköreivel.
30-ig. És azt történt, hogy a török kiűzése után eldönti első Lipót német-római császár és magyar király, hogy Erdélyt nem mint alkotmányos monarchiát fogja kormányozni, hanem mint a német-római birodalom bármelyik tartományát. Na most tudni kell, hogy a német-római birodalom az abszolút monarchia, a magyar királyság meg alkotmányos monarchia, éppen a Szent Korona Tanának és a történelmi alkotmánynak köszönhetően, és meg lehet érteni, hogyha egy király, átváltozom hirtelen drámaíróval, akkor megértem különben, nem? Hogy egy király az színesebben uralkodik abszolút monarchiával, mint alkotmányos monarchiában, mert ott teljhatalma van. Rendeletileg kormányoz, nem az alkotmány szerint. És ezért dönt úgy, hogy hát Erdélyt ő nem fog bajlódni Erdély kérdésekkel, abszolút monarchia lesz, a magyar törvények ott nem lesznek érvényesek. Olyan lesz, mint a német-római birodalom, valamelyik választófejlelensége vagy tartománya. Így nem is gondolja végig, de az erdélyek nagyon megijednek. Már ők már tapasztalták, hogy mi a Szent Koronata, erre tapasztalták, mit jelent az, amikor az alkalmatlan király kezét valamiért égi hatalom húsba köti. Hát a Szent Koronata központi kérdése, hogy az magyar államhatalom legmagasabb rangú alanya a Szent Korona. Tehát nem ereklye is, nem szimbólum, hanem joga. A magyar államhatalom legmagasabb rangú alanya. Nagyon nem biztos, hogy tökéletes hasonlattal vagy párhuzammal azt is mondhatjuk, hogy a magyar frigyláda. Tehát itt nagyon sokat jelentett az a biztonság, amit a Szent Korona jelentett. Mert nem lehetett visszaélni büntetlenül a hatalommal. Egyébként mindig a magyar történetben, amikor egy király visszaélt a Szent Korona tana idején a hatalommal, akkor bejelentette a magyar nemzet, hogy megszakadt a jogfolytonosság. És az élet majd csak akkor kezdett a maga teljességébe tovább folytatódni, mint a második József idejében. Megszakad a jogfolytonosság, amikor a jogfolytonosságot helyreállítják. Tehát nagyon... Én vagyok ügyetlen, biztos. Na jó. János, nem ott lesz a hiba. Igen, most már jó lesz. Igen. Tehát, ezt csak azért mondtam most el, hogy lássuk, mi alapozza meg az erdélyek magatartását. Tehát, és felküldik Bécsbe vettem Miklóst, hogy képviselje az erdélyi rendet akaratát. Na most a döbbenetes az, hogy tanulmányozható egyébként, hogy Trócsányi Zsolt nagyon jó tanulmányokat írt erről a kérdésről, fel van dolgozva az egész levéltári anyag, tehát elég könnyedén lehet most már tanulmányozni. És elkezdődik a küzdelem Bethlen Miklós, aki egyedül van tulajdonképpen, és az első Lipót képviseletében fellépő 10-valahány német-római birodalmi főhivatalnok között. Na most ezek első Lipót akaratát képviselik, első Lipót a győzelem diadalmáborában azt mondja, hogy ő döntött ebbe a kérdésben. De Bethlen Miklós elkezdi mondani az érveit. Az érveket nem is érti. De olyan kívülről fújta a paragrafusokat, mert azóta csúfolják a magyar nemzetet jogász nemzetnek, bár a jövendőben is úgy csúfolnák. Az Európai Unióban saját alkotmányunkkal léptünk volna, de a méltán nagyhírű történelmi magyar alkotmányjal és a Szent Korona tanával, akkor lehet, hogy ez most az elején kicsit csúfolódás lett volna, utána pedig a legszebb jelző, hogy jogász nemzet, mert hiszen azt is tudjuk a Szent Koronáról, hogy harmónia teremtő ereje volt magának a Szent Koronatannak is. Tehát feloldotta a katolikus protestáns ellentétet, a magyar nemzet és nemzetiség ellentétét. Nem ismerte egyébként se a felekezeti, se a nemzetiségi különbözőségeket.
nem is nagyon lehetett rendi társadalomba. 1848-kor az egész ország népe a Szent Koronát adja, de 1848 csak a nemesség, tehát ezt így kell tudni, de azt is, hogy sokkal könnyebb volt nemessé válni a régi korok Magyarországán, mint ma meggazdagodni. És mindig a becsülettel függött össze, tehát nem harácsolással, nem lopással, nem a törvények kijátszásával. Tehát ezt csak zárójelre egyezném meg, de visszatérve tehát Betlen Miklós küzdelméhez. Betlen Miklós azért mondja, hogy miért fontos az erdélyi magyarok számára és szászok számára. Erdély minden vége számára. Egyébként román szentkoronát tagok is voltak, de nem nyilvánították magukat nemzetiségnek. Amikor kezdődik a nemzetiségi kérdés, ezt főleg az erdélyeknek mondom, nem úgy van, hogy a tankönyvekben volt. Azért nem lehetett megoldani semmit, mert a nemzetiségi nemesség soha nem akart elkülönülni, mert biztonságba érezte magát. Tehát amikor a nemzetiségi mozgalmak elkezdődik, bécsi ösztönzésre nem nemesek kérik, hogy tekintsék őket nemesnek. De azt nem lehet egy ilyen határozottan, tehát csak alkotmány szerint lehet, a törvények szerint. Tehát például, amikor elkezdődik a román nemzetiségi mozgalom, akkor Innocenzo Nikukány püspök azt jelenti be, hogy a görögkatolikus románságot tekintsék a rendi nemzet tagjának, azaz nemesnek. Ez a rendi társadalomban felfoghatatlan, és elkezdődik egy ellentét. Tehát ez az első, a nemzetiségi ellentét első megnyilvánulása a magyar világban. De hát Betlen Miklós korában még ilyen nincs, tehát ő képviseli egész Erdély és Pácium lakosságát, és hát nyilván semmi esélye. Hiszen első Lipót a győzelem diadalmáborában ért, ő parancsol annak a hadseregnek, ami a törököt kiűzte nagyjából, tehát egy győztes hadseregnek parancsol, hogy visszaértek ezzel mindig a történelme, amikor valaki egy győztes hadseregnek parancsolt, és egyszer csak csoda történt. A király bejelentette, hogy ne folytassák a vitát, azonnal szükség van a határozatra, a határozatot pedig diktálja le Betlen Miklós. Tehát bejelentette, hogy lemond a saját akaratáról, a saját akarata érvényesítéséről. Hát, tudjuk, hogy mi történt a kulisszák mögött. Eszterházy Pálnak köszönhetően egyre többet tudott meg a Szent Korona misztérium a kérdésköreiből. De őt nem a magyar küldetéstudat érdekelte elsősorban, tehát nem az a része a Szent Korona misztériumának, hogy a Szent Koronát Isten küldte a magyar nemzetnek meghatározott céllal, meghatározott üzenettel. Sem az, hogy a Szent Korona a magyar nemzet szent titka, a Szent Korona Isten gondolata a magyar létről, ezeket is elmondhatta neki Eszterházy Pál, de amire ő hatott, ami első Lipótra hatott, azok az Eszterházy Pál történetei voltak, például első Lászlóról, amelyről nagyon sokat beszéltek abban az időszakban, és mert rejtélyes módon esett el a Várnai csatába, és mindenki tudta, hogy azért, mert az ő érdekében sértették meg a Szent Koronát legsúlyosabb módon a magyar történelembe. És engesztelő áldozatként kellett meghalnia. Így tudta a korabeli magyarság, így értette meg első Lipót, de nyilván kezdte a történetet talán Salamon király történetével, hogy veszti el a hatalmát egy magyar király, szembefordul a Szent Koronával, aztán biztos Zsigmond király történetét is elmondta neki, és Lipót felfogta, hogy a Szent Korona bünteti, de legsúlyosabb módon a király bünteti, ha nem teljesíti királyi kötelességeit. És rádöbben, hogy magyar királyként neki Betlen Miklóssal kell egyet értenie, mert Betlen Miklós védi a Szent Korona. Látja ott fölötte, jelkép, ott a háttérben
látja ezt az egy vallásos ember volt egyébként, Vigod, nem hazudta, hogy vallásos, hanem valóban az volt, és elementáris erejű félelmet élt át. És sőt, arra is vannak utalások, hogy az egész családját féltette, hogy mi történik az egész családjával, ő szembe fordul a Szent Koronával. És akkor mondta, én elrónok át a feleségemet, szeretem Józsefet, a fiamat, és akkor azt mondja, hogy nem vállalom. És lemond akarata érvényesítéséről, nem nagyon tudják felfogni egyébként a német-római birodalom hivatalnokai, nem lehet tudni, hogy hogy húzták meg azt a napot betegség nélkül, amikor hirtelen kiderül, hogy hiába képviseltek egy álláspontot, a király úgy dönt, hogy a Szent Korona akarata érvényesüljön. Na, ez megismétlődik általában a magyar történelemben nagyon gyakran, és ez van a közügyi győzelmek mögött. Vagy az olyan rejtélyes, megmagyarázhatatlan tanácskozások mögött, ami a Pálffy és Károlyi között lezajlik a szatmári dék előtt. Mert mind a ketten azt mondják, nem biztos, hogy így kellett mondani, hogy éljen a Szent Korona és éljen a történelmi alkotmány, ennek jegyébe tárgyalunk. És amit leszögeznek, az nagyjából az, ami a kiegyezés. De ahhoz a 49 után el kellett teljen tulajdonképpen másfél évtized. Tehát olyan különös közügyi győzelmekkel van tele a magyar történet. Széchenyi István is úgy lesz nagy magyar politikussá, hogy véletlenül lép be tulajdonképpen, nem is akar ezzel nagyon foglalkozni. Nem akar mindig részt venni az országgyűlés munkájába, de hát egyszer elmegy Pozsonyba, és tapasztalja, hogy a király megsértette az alkotmányt a király leíratban. És azt mondja, hogy hát akkor ő többet nem vesz részt az országgyűlés munkájáról. Szerencsére elbúcsúzik, mert természetből akar elbúcsúzni, hát az ő anyai jó barátnője volt neki. Tehát úgy szerette volna kommentálni lányoknak, meg nem tudom mi. Tehát így gondját próbálta viselni Metternichnél, de hát nem csak Metternichnél búcsúzott el, hanem Metternichtől is. De szerencsére az megkérdezte, hogy mi baja van. És akkor Széchenyi mondta, és kereken megmondta, hogy ő nem óhajt részt venni az országgyűlés munkájában, ha a király megsértheti a magyar alkotmányt, és a király leírat nyílt alkotmánysértés. És akkor Metternich leíratja vele, és a Széchenyi memorandumai alapján, meg kétszer is leíratja vele, fogalmazzák aztán meg az új királyi leíratot, és ezzel ez egy különös közjogi győzelem megint. Hát amikor szembe kerül egymással Metternich és Széchenyi, a birodalmi főkancellár, és Széchenyi huszárkapitán, aki egyébként arisztokrata, de olvassunk csak vele a naplóba, hogy viselkedik ez a Metternich. Hát lefiatal emberezi, meg megveregeti a vállát, meg ilyen más nem tudom miket követel, de kiderül, hogy engedelmeskedik Széchenyinek. Mert rejtélyes módon felfogja, hogy amit Széchenyi követel, az tehát, hogy az alkotmánysértést orvosolják, az tulajdonképpen mi a magyar történelemben, mi abban a jelennek abban a pillanatában, amikor ez megtörténik. És felfogja a jelentőségét, és pontosan úgy látja Széchenyi mögött, hát nincs ott, de lelki szemeivel látja a Szent Koronát, mint első lipót Bethlen Miklós mögött. Tehát így hát a Bethlen Miklós történet végig az, hogy így lesz, Erdély megmarad a Szent Korona országának. Nem egyesül a magyar királysággal, ez a kutatókat megtéveszti, de kiderül, hogy ezt is Bethlen Miklós kérte. Ugyanis az erdélyi rendek követi utasításai között szerepelt, hogy tartsa tiszteletbe Bocskai István végrendeletét, amely szerint, amíg a magyar királyságban a magyar király nem lakhat, tehát nem magyar területen székel, addig jobb, ha két Magyarország van, mert egymásnak biztosítékai.
Tehát ez van amögött, hogy miért nem kérik Betlen Miklósék akkor, hát másik József korában megbánják, hogy egyesüljön Erdély Magyarországgal, de hát nyilvánvaló, hogy a különállás annyit jelent, hogy két országülés van mellett. Mind a kettő Magyarországülés, magyar törvényekkel, stb. Sokan fel se fogták, hogy külön ország például. Hát déli nép felfogja, mert más ott a színházi élet. De ott magasabb rendű az elején a magyar színházi élet, és akkor azt mondja, hogy Erdélyországból jött meg. Tehát ő úgy felfogja, de nem mindenki fogja fel. Tehát itt tulajdonképpen ez a történet arra világít rá, hogy nem is már rejtélyes az mégse, hogy nem mindig az erőviszonyok érvényesültek is, hogy mi van a sok magyar, Mohács utáni sok magyar közügyi győzelem mögött. Mi van a háttérben? Most azért nagy baj, hogy ezekről hallgatnak a történkönyvnek, ezekről a hatalmas közügyi győzelmekről, mert ez nagy mértékben erősíteni a tanulói ifjúság nemzeti öntudatát, de lehet, hogy éppen ezért nem akarják, hogy foglalkozzanak vele, mint ahogy nem engedik, hogy bekerüljön a tantervbe a Szent Koronatal. Pedig a magyar történelmet nem lehet megérteni, ha nem ismerjük a Szent Koronatant és a misztériumát, hiszen az határozza meg. Hát, hogyha valaki nem tudja, hogy mi a Szent Korona, mondjuk egy történelmi tanár, akkor hogy magyarázza meg a diákoknak a diplomaleopoldinomat? Ezt a Betlen Miklós diktál le, és bekerül a tantervbe, hogy nem is az van a diplomaleopoldinom, ami van benne, hanem épp az ellenkezője, mert elképzelhetetlen, hogy nem első diplomát akarata érvényesült. Tehát ezért nagy baj, hogy nem tanítják. Most már akkor könnyebb helyzetben leszek, mert következik Mátyás király története. Kicsit leülök. Mert itt még az is könnyű helyzetben vagyok, mert hát megérteni akarván ezt a történetet, megpróbáltam drámából összefoglalni, és hogyha belesülök, akkor puskázok. Tehát ebből a drámából, de különben is fel akartam én ebből valamit olvasni, hogy milyen volt Mátyás király egy napja az elején. Tehát még abban a korszakban vagyunk, amikor nincs is megkoronázva. Tehát amikor ő a jégen választott király, és akkor a barátai, nem barátainak tekintették magukat a jelenlevő olaszok is, Galeotto és a többiek, de nem csak ők, hanem a magyarok is. Tehát nagyon szép viták folytak mindig a könyvtár szobájában. Tehát nem csak azért voltak ott a később Korvinának nevezett könyvek, hogy azok ott legyenek, és komoly kérdésekről vitatkoztak. Például arra a kérdésről, hogy kell értelmezni Szent István intelmeit. És hogy érvényes még az a birodalmi gondolat, amit az intelmekben ki van fejtve, ami azzal kezdődik, hogy gyenge és töréken legnyelvű és egyszokás ország, amit pont ellenkezőjére fordítva magyaráznak most, mert itt Szent István a birodalmi gondolatot fejti ki, és azt mondja, hogy a magyar királyság váljon olyanná, mint a római birodalom. Tehát fogadja az önként csatlakozó más nyelvű országokat. Éppen arra hivatkozva, hogy magyar királyság szakrális királyság. Tehát egy ilyen alkalommal, hát legalábbis az iratokból ez derül ki, felszólítják jókedvükbe Mátyást, hogyha már nem élvezhették a társaságát, akkor mondja el, mit csinált aznap. És akkor hát nagyjából a következőt válaszolta, hogy szívesen felsorolja, hogy mik voltak az aznapi teendői, fogadtam egy török követet, egy német követet és egy angol követet. Mindegyik elmondta, mi az igazság. Ez szerint három igazság van. Aláírtam két gyilkos halálos ítéletét. Mindkettő jótevőjét gyilkolta meg. Nyilván ez Mátyás személyben nézve a legnagyobb bűn.
Legyőztem pár viadalon egy lovagot, aki nem tudta, mit jelent lovagnak lenni, és ezért nagyon magabiztos, nagyon dőfös volt. A lovag nem tudta, hogy Mátyással harcol. Leveleket diktáltam a cseh és a lengyel királynak. Levélírás közben közétek kívánkoztam, hogy őszinte is lehessek. És találkoztam egy itáliai bolonddal is. Felmerte nekem ajánlani, hogy harcoló lovaimat bohóz lovakká fogja nevelni. Hát nem, azért engedhetett volna neki, nem értette. Táncolni akarta megtanítani a lovainak. Így válaszoltam neki. A hajnalban katonáim még az udvarban találnod, ki kell állnod a lovagi tornán a lovaiddal. A legszomorúbb tegnapi uralkodói élményemet majd elfelejtettem. Valaki, nem mondom ki a nevét, mert nem érdemli meg, hogy a nevét feljegyezzétek naplótokba, nem nagy összegért, 5000 aranyért vállalni akart a legnagyobb ellenségem meggyilkolását méreggel. Hát nyilván annak az alattvalója volt. Mit tettem volna, levelet írattam legnagyobb ellenségemnek, hogy őrizkedjen a méregkeverés művészeitől, mert ahogy nekem felajánlották, hogy a legalantasabb módon elteszik lábalól, azonképpen más ellenségeinek is felajánlhatják. Szóval ez az az uralkodói világ, amit úgy megismernek az olaszok, és még valamit, hogy Európában baj van. Meg kell teremteni egy európai keresztény egységet, helyére kell tolni a kizökkent időt, erről már beszéltem. Tehát ami a főér Mátyás király mellett, hogy helyre tudja tolni a kizökkent időt, és arról beszélgetnek, hogy mi a titka annak, hogy úgy érzik, hogy fölött az égkapuja nyitott. Mi a Mátyás király rejtélyes magatartásának a titka? Miért vállalja a lovagi létet például, ami akkor nem külsőségekben nyilvánult meg? Nem volt veszélytelen például ezekben a fegyverzetekben ilyen lovas párviadalra kiállni. De más is fontos volt, más szempontból is fontos volt a lovag Mátyás király számára és a kor számára, hiszen a lovagot úgy nevezhetnénk, hogy szakrális fejedelem, trónus nélkül abba a korba. Tehát az is szakrális személy a lovag is. De tekintettel arra, hogy telik az idő, itt egy kicsit a legfontosabb kérdésekre összpontosítanék, ami nagyon fontos Mátyás király uralkodásának ebben a korszakában is, hogy nagyon könnyedén érvényesítheti az akaratát. Tehát nincs gondja az uralkodással. Hát, hogy a saját nagybátyja fordul vele szembe, de nem jó szándékkal, tehát nem úgy, mint Bátor István, akkor saját nagybátyját is félreállítja, de nincs következménye. Ő nagyon biztosan ő tartja kézben a hatalmat. Nagyon erős hadsereg engedelmeskedik neki. De nagyon fontos számára mégis az, hogy koronázzák meg a Szent Koronát. És nagyon nagy áldozattal szerezi vissza a Szent Koronát. És nagyon fontos számára, hogy a Szent Korona nem csak mint olyan korona, amely előtt megkoronázzák, jelen legyen a Magyar Királyságban, hanem mint valami égi pecsét a Szent Korona tagja. Tehát tulajdonképpen a királyi hatalom ellenőrzése a fő gondja. Ez a legnemesebb vonása Mátyás királynak, hogy erős magyar királyként küzd, ki lehet mutatni, hogy a királyi hatalmat gyöngítő törvényeket ő terjeszti elő, ahogy küzd a királyi hatalom gyöngítéséért. Nyilván nem gyöngült ezzel a hatalma, a jövendőbeli királyoké gyöngült. Tehát amikor mondjuk összefoglalják a magyar törvényeket, időnként összefoglalják, tehát királyi dekrétumokat adnak ki, ami azt jelenti, hogy azokat a törvényeket adják ki, amelyek bizonyos király idejében hozattak,
az országgyűlés által, tehát nem király akaratot fejeztek ki a királyi dekrétumok, vagy például amikor Vergőc István összefoglalja II. Ulászló korában a hármas könyvet, akkor tulajdonképpen Mátyás király akaratát is érvényesíti, mert Vergőci semmit nem találhat ki, csak az 50-es években találják ki róla, hogy ő jogalkotó volt, ő csak összefoglalta, ami létezett. Vagy a szokásokban, vagy a királyi dekrétumokban. Hát a Mátyás király királyi dekrétumai mind ott vannak a hármas könyvben. De változatlanul, nem változtathat rajta. Ezt azért jegyzem meg zárójelben, mai napig kicsit félrehalva azt, amit Ady Endrés mond, hogy úgy történt Vergőci. Vergőci semmilyen törvényt nem talált ki. Ő csak összefoglalta az, ami a korabeli magyar jog, magyar közjog és szokásjog, tehát egy könyvbe összefoglalja, és ennek megvan bizony a maga jelentősége, de a Mátyás király példájából kiindulva láthatjuk, hogy ő nem változtathatott ezeken a törvényeken. Hát Mátyás király magánélete, amiről még beszélni kellene, a házasságai, és a Beatrix kérdés, hogy tulajdonképpen nagyon rossz választás volt-e Beatrix, vagy nem. Olyan azért volt rossz választás, mert nem született gyerekük tulajdonképpen. Később találják ki azt az implikus Beatrixot, aki tulajdonképpen negatív hatással van Mátyás királyra, és megmérgezi. Ilyen történetek is vannak, csak hogy azt is figyelembe kell venni, hogy azzal, hogy megmérgezi, önmagát is megsemmisíti, mert kiüti magát a hatalomból. Tehát csinyán kell bánni az ilyen indulatból kitalált történetekkel. Azt viszont nem lehet tudni, és azt érdemes lenne tanulmányozni, és érdemes lenne hát elmélyülni abba a kérdésbe, hogy mit jelentett az a rejtélyes kérdés, hogy a beavatott magyar királynak, mint a magyar népmesébe, a legkisebb királyfi, amikor megtalálja a tündéri vanát, azt a tündéri vanát, akit feleségül lehet venni, mert két tündéri vana van a magyar népmeségben, az egyikben boldogasszony, a másik történetekben nagy boldogasszony. Tehát amikor boldogasszony tündéri vana, akkor tulajdonképpen egy ilyen rejtélyes beavatáson esik át a legkisebb királyfi, amit bizonnyal Mátyás is átesett, amit úgy is lehetne most egy mondatba kifejezni, hogy megismeri a fényveöltözés tudományát. Ami azt jelenthetné, ha itt lenne egy hindú vagy egy tibeti, hogy ez egy kicsit hasonlít a legmagasabb szintű jogához. Tehát nem a hatha jogához, amely ászanákból áll, hanem magasabb szintű jogához. Tehát ami azt jelenti, hogy meg tudja tenni azt az utat, amit Dante megtett. Tehát, hogy megtalálhatja a maga Beatrice-ét, maga tündéri romáját. Hogy létezett a magyar világban egy ilyen hit, hogy aki megtalálja a maga tündéri romáját, akkor szerencsés, hogy a fény tündéri vanának a földi azonosa, földi önmaga, az éppen a felesége. Tehát a legkisebb királynak ezt kell keresni, hát minden valószínűség szerint Mátyás esetében ez nem valósult meg, tehát ez a rejtélyes, csak metafizikai megközelítéssel érthető tündéri vana kérdés és Beatrix nem azonos az ő életében. Tehát ezt feltételezni lehet, hogy nem mindenben értette meg Mátyást, azt is feltételezni lehet, de semmi nyoma nincs arra, hogy befolyásolni tudta volna. Egyébként senki nem tudta befolyásolni, nincs rá példa. Annyira nem tudták befolyásolni, hogy amikor törvényeket terjesztett elő és a környezete nem értette, annak ellenére erősködött, hogy ez pedig fontos, például amikor az avispárt kitalálja, hogy hiába mondják, hogy nem érti, tehát érvényesíti az akaratát.
kicsit sietett, úgy látszik, hogy valóban látta a jövendőt, és elő akarta készíteni a magyar nemzetet egy nagyon nehéz évszázadokra. És egyszer csak, és itt következik a nagy dráma és a nagy rejtély, egyszer csak meghirdeti a nyugati hadjáratot. De hát a nyugati hadjárattal úgy is szembe lehet fordulni, mint Bátor István szembe fordult, de nem csak úgy fordultak vele szembe. Na most fellázad ellene a kor legnagyobb költője, aki egyébként latin nyelven írt, Janus Pannonius, aki pécsi püspök, és Vitéz János. Na most itt a nagy rejtély. Hogy lehet az, ha Mátyás királyt megkérdezték volna a lázadás előtt 2 perccel, mert az, hogy egy Mátyás király nagyságú uralkodó megtudja, hogy lázadás tört ki ellene, a lázadásnak ki kell törnie. Akkor már te tudja, mert azért Mátyás király, erre nevelik, erre avatják be. Tehát nem olyan egyszerű Mátyás király ellen fellázadni. Na de, ha megkérdik 1 perccel a lázadás előtt, hogy nevezze meg azt a 2 embert, akit legjobban becsül a magyar királyságba, kik azok, akkor Mátyás király mondja. Vitéz János és János Pannonius. Hát ők vezetik a lázadás Mátyás ellen, és nagyon nehéz megfejteni a rejtélyt, de hát megvan a rejtély kulcsa, mert gondoskodott róla János Pannonius, hogy becsempészze a lázadás kulcsát az Árvíz című versébe. Az Árvíz című versébe egyszer csak következik 8 olyan sor, ami nem odavaló, amely már nem az Árvízről szól, hanem arról, hogy hát meg fog változni a magyar küldetéstudat. És a magyarság már nem harcos nemzetként és nem hadjáratokat megnyerő nemzetként fog valamilyen égi akaratot teljesíteni, hanem megváltói áldozatot kell vállaljon. És írja János Pannonius, hogy lennénk megváltód, mi hunok, ó bűnös emberiség. Na most itt van a lázadás titka, ugyanis ahogy jövendő látók, Mátyás király, hogy jövendő látó, úgy ők is. Tehát két szakrális személy, aki pont úgy elmélyül mindabban, metafizikai világhoz tartozik, tehát pont úgy olvas csillagokból, stb. Tehát pont nagyon magas szintű a beavatottságuk. Egyszer csak rádöbben, hogy látják a rettenetes évszázadokat Mátyás után. És azt a hamis következtést vonják le, hogy ezt Mátyás idézi elő a nyugati hadjárattal. És lehetetlenni akarják tenni a nyugati hadjáratot, vagy más megközelítésben azt mondhatnánk, hogy el akarják vágni a magyar nemzetet és a Mátyást összekötő szálakat, mert a magyar nemzet jövendőjét nagyon tragikusnak látják, drámainak látják. És azt mondják, hogy a legszeretettebb uralkodót ők letaszítják a trónjáról. Hát Mátyás azonnal észreveszi, hogy készülődik valami ellene, és meg is beszélné velük, hogy mi történt. Hát János Pannoniusszal nem tudja megbeszélni, mert feltételezi, hogy Mátyás nem bocsát meg és elmenekült. Vitéz János viszont nem menekül el. És megtörténik, amikor leül vele szemben Vitéz János, és kedvem lenne felolvasni, hogy mit mond, és leleplezi a lázadást, és kimondja, hogy Vitéz János a lázadás vezetője, akkor még azt sem mondja, hogy nem te leszel tovább a Magyarország főpapja. Mert hát nem sötétséget lát benne, hanem azt mondja, hogy az én jelenlétemet többet nem kell elviselned. Tehát tulajdonképpen a barátai közül száműzi
hát úgy is mondhatjuk, hogy az életére tört, mert hát nagyon nehéz lett volna Mátyást úgy megfosztani trónjától, hogy ő ezt túlélje. De nem bünteti meg, az a gyanunk, hogy tulajdonképpen a lelkiismeretfordulás okozta betegségbe hal meg majd. Tehát folytatva főpapi tevékenységét, de Mátyás nem áldozott rajta. Viszont Mátyásban minden bizonnyal ekkor tudatosodik ez a rettenetes jóslat, ami a Jánosz Pannonius jóslata, hogy nem lesz győzedelmes a nyugati hadjárat, tehát nem tudhatja, ő más lát akkor még, mert akkor mi lesz az a jövendő, hogy lennénk megváltódni hunok, ó bűnös emberiség, ami megvan a Jánosz Pannonius versében. Tehát azt a magyar jövendőt jósolják meg Vitéz János és Jánosz Pannonius, a Csezmicei János, úgy közelebb áll hozzánk, ami bekövetkezik Mohács után, de különös módon a magyar nemzet nem mint egy vereséget átért nemzet éli ezt meg, hanem úgy, mint Barassi Bálint. Tehát, mint aki ennek a küldetés tudatnak a jegyébe harcol, tehát a magyar végvári harcoknak a rejtélyéről szól. Hát nem ilyen üres szólamokat szeretnék most hangsúlyozni, mint az, hogy nyugat védővástsája, meg a kereszténység védővástsája, mert így is meg lehet közelíteni a kérdést. Itt valami másról van szó. Itt valami küldetés tudat által meghatározott szerepvállalásról, amit legszebben Balassi Bálint költészete fejez ki, amikor döbbenten tapasztaljuk, hogy a nagy vereségbe, az ország nagy vereségébe is három része szakadásába, hogy énekli azt, hogy vitézek, mi lehet a széles, szebb dolog az végeknél, és magyar katonának lenni. Tehát, hogy betölteni ezt a szerepet. Tehát erre a rejtélyre is rávilágít ez a különös lázadás. Tehát nyilván Mátyás fő gondja a lázadás leverése után nem az, hogy keresse a többi ellenségét, akiket ő különös megtévesztetnek tekint, hanem az, hogy szervezze a nyugati hadjáratot. És hát Bécset el is foglalja, valószínű tovább sokkal szervezetebben. Tehát a nyugati és olasz szövetségesei segítségével haladt volna Frankfurton, Rómán át, Konstantinápoly felé, mert nyilván ez a nyugati hadjárat célja. De itt van egy nagyon érdekes kérdés, amit nem szabad elfelejteni, mert ebben a nyugati hadjáratban benne van az Európai Unió, tehát a szakrális Európai Unió, ugyanis a következő képen veti fel a kérdést és értenek el egyet, hogy adott a török birodalom. A török birodalomnak nem tud ellenállni egyedül Magyarország, ez egy kérdés. Mátyás korában, Hunyadi János korában még ellen tudott állni, de Mátyás látja, hogy nem számíthat a kereszténység segítségére. És akkor ő levonja azt a következtetést, hogy akkor baj van a kereszténységgel. Tehát mi az, hogy a franciák állandóan a törökkel kötnek szövetséget? És akkor azt mondja, hogy a török birodalommal csak az egységes és megtisztult keresztény világ tud szembefordulni. És ez a megtisztulás a fontos a nyugati világ számára, itt ezt jelenti az, hogy a kizökkent időt helyre tolja. És hát, hogy nem sikerült helyre tolni, annak következménye aztán mindaz, amit megjósolnak ebben a korszakban is, tehát amit mi úgy hívunk, hogy felvilágosodás, aztán a felvilágosodásból kinövő első világháború, második világháború, kommunizmus, fasizmus, stb. Tehát ezek mind a kizökkent időben
történik, globalizációval együtt, csak a kizökkent időbe történhetnek meg. Tehát Mátyás valóban egy ilyen szakrális keresztény egységet akar megteremteni. De úgy, ahogy Ludovico Carboni mondja, hogy nem azt mondja Ludovico Carboni, amikor fennáll a veszély annak, hogy Mátyás él Rómába, és ott meg kell koronázni. Nem azt mondja, hogy jön Dzsugásvili a hadserege élén, és itt diktálni fog. Mi a rendes neve Dzsugásvili? Tehát nem azt mondja, hanem azt mondja, hogy lesz még egyszer ünnep a világon, amikor Mátyást megkoronázhatjuk császárrá Rómában. Tehát helyre tolta a kizökkent időt. A nagy kérdés, hogy hát miért nem lehetett sikeresebb Mátyás nyugati hadjárata, hát azért, mert nem meghalt Bécsbe. A halála teljes mértékben rejtélyes, tehát nem tudta a történelmi tudomány megoldani. Nem lehet ilyen kérdésekkel leegyszerűsíteni a kérdést, hogy megbeszéltük be a fixon, mégezzük meg már a férjedet, mert az nem is ilyenek a korabeli olaszok egyébként, se azok se, akik Beatrixszal mentek. Hanem én itt egy különös lehetőséggel élve, ami lehetőség az, hogy itt Szabó Józsefnek mondom ezt, hogy én ezt nagyon jól tudtam, amikor még a magyar színjátszás szerencsére főrendező lehetett Magyarországon, hogy mi a dráma előnye? Most éppen egy madás drámáról beszéltünk, már második Józsefről szól, amit most talán te ismerted fel, vagy mások, hogy egy tanár, hogy második Józsefről ír drámát Madács, hogy a drámában nem lehet leegyszerűsíteni. Tehát amit például egy történelmi tanulmányban le lehet egyszerűsíteni, annak a dráma ellenáll. Mert a leegyszerűsítést a drámai szöveg leleplezi. Tehát itt ezért próbálom most így drámai szöveggel érzékeltetni, mert van Mátyásnak egy rémáma. És ebben a rémámában van benne mindaz, ami drámánk, és ami az ő drámája. De a rémáma úgy kezdődik, hogy hát már akkor nem él Vitéz János, és megjelenik álmába Vitéz János. És hát ezt felolvasnál. Vagy inkább te olvasd fel. Na, ami nagyon érdekes még, az Mátyásnak a levelezése. Ezt méltóképpen fel kellene dolgozni. Különösképpen már érdekesek a pápákkal váltott levelei. Látszik, hogy egy nagyhatalom uralkodója levelez, egy általa becsült másik nagyhatalom uralkodójával, és nem köntörfalaz. Tehát minden kereken megmond, követel, például amikor a velenceiek pártjára áll az egyik pápa, mert a velenceiek szövetséget kötöttek a törökökkel, a magyar királyság ellen, akkor majdnem bekövetkezik az, hogy elindul és felveszi a küzdelmet fegyveresen is. Tehát ez egy levelezés, amikor Veglia, vagy melyik szigetet ügyébe folytat levelezést. Tehát itt lehet felmérni ebből a levelezésből azt, hogy hát nem volt az nem volt az merészebb vállalkozás, mint például amikor most hát nem olyan tiszta céllal, mint az övé, mondjuk az Amerikai Egyesült Államok indít hadjáratot. De sajnos a 20. századi ilyen hadjáratokból hiányzik az a szent küldetés, ami mondjuk Mátyás királyban megvan. De ez azt hiszem sokkal jobban kiderül ebből a részletből.
Hát Vitéz János megjelenik a szobájában, amikor úgy egy kicsit magára marad. Mátyás megdöbbenne nem fér, természetesen. A szakhelyes király általában nem fér. Tehát nem tudsz félni. Nem is nem fér ki az életébe lépni. Ez jellemző rá, nem erre nevelik. És ha örökké valóságban gondolkozik, nem ragaszkodik annyira úgy ahhoz az öt perchez, mint ahogy a 20. századi tapasztalataimból tudjuk. Azt mondja, hát Vitéz János észreveszi, és azt mondja, hogy visszajöttél hát. Nagy örömet szereztél ezzel nekem, hiányoztál. Naponta kiszerettem volna kérni a tanácsodat. A temetéseden nem lehettem jelen, bocsáss meg. Túl szóra sem értemes. Mátyás folytatta, hogy bizonyal most már olyan helyen vagy, ahonnan könnyű megítélni, folytatnom kell, amit elkezdtem. Isten akarata szerint valahogy folytassam? Vitéz hallgat, Mátyás hosszasan nézi Vitézt. Nézlek, és úgy érzem, megszűnőben a határozatlanságom. Te vagy a jel? Így üzent hát Isten, hogy nyugodtan folytathatom a hadjáratot? Vitéz. Ó, te valójában egy percig sem vetted komolyan, hogy nem folytatod. De ez mintha igaz lenne. De azért most is kikérem a tanácsod. Tegyünk még egy próbát, írassak még egy levelet a Szent Atyának. Vitéz. Nem tanácsot adni jöttem. Nehezebb most a feladatom, közölnöm kell veled az ég akaratát. Nehéz, nagyon nehéz, mert nem azt fogom közölni veled, amit hallani szeretnél. Istennek tetszőt, magasztos terveid, és nincs ma ember a földön, aki Isten szeretetét jobban kiérdemelte volna, mint te, mindazonáltal Isten a győzelmedet elodázza. Győzelmed most nem időszerű. Nem a világot fogod elfoglalni, hanem Jézus Isten szenvedéseit fogod átélni. Mátyás, ó János atya, Pannonius barátunk, egykori jósatát jöttél emlékezetembe idézni, lennénk megváltó bűnfia emberiség, jól emlékszem? És arra is, hogy a fény én rajtam keresztül jön vissza a földre, bocsánat, nem akartam személyeskedni. A fény a keresztre feszített országomra jön vissza, mégpedig országom feltámadásának napján. Utal arra a beszélgetésükre, amikor a lázadást indokolja meg. Vitéz, Isten a magyaroktól a szent küldetést nem vonja vissza, de a magyar küldetés mássá válik. Mátyás. Ó, most sem más kérsz Isten ostorától, mint azt, hogy vegye végre vállára a keresztet? Hát, megpróbál vidám lenni. De hiszen a keresztény világ megigazulásának továbbra sincs semmi jele, ezért a hadjáratot, melynek végső célja Konstantinápoly elfoglalása, közelebbi célja Róma elfoglalása, de hatalmas hadjáratot én semmiképpen nem odázhatom el. Miért? Válaszomban semmi rejtélyes sincs, mert válaszom mindössze ennyi. A keresztény világot senki más nem tudja most megmenteni, csak én. De ha csak én tudom most megmenteni, akkor nem tétlenkedhetek tovább, indulnom kell. Vitéz. Jézus Urunk fájdalmával jössz hát a láthatatlan világba. Ezt kapod hát cserébe a nagy győzelmekért. Frankfurt, Róma, Konstantinápoly elfoglalása helyett, de ne esz kétségbe. Semmi okod rá, mert a győztes mégis te vagy, és ott, ahol nincs tér és idő, te is át fogod élni győzelmedet, éppen ahogy most vereségedet éled át. Ez hát Isten szava is neked módodban áll, szembefordulni Isten akaratában. Mátyás. Folytatnom kell utamat Róma felé, tudván tudva, hogy Konstantinápolyban Rómán keresztül vezet visszazút. Vitéz, ó, nem fogtad fel, hogy nem a magam nevében beszélek? Nem fogtad még fel, hogy győzelmed nem azért marad el, mert Isten megtagadott téged, hanem azért, mert méltónak talált az ő keresztjére?
Mátyás. Azt vett tekintetbe, hogy mi van a Szent Atyához küldött leveleimben. Először is a kétségbeesés kérdései. Vagy lesz eleje megteremteni azt az egyesült keresztény világot, amely a hitnek és fegyvernek elejével képes lesz győzedelmes hadjáratot viselni a török ellen, vagy magamnak kell hozzáfognom a keresztény világ megteremtéséhez. Érthetetlenek talán az érveim? Vitéz, nem értetetlenek, csak értelmetlenek. Mert most már csak az ítéletnek van értelme. Megismétlem. Istennek tetsző magasztos tervelés, nincs ma ember a Földön, aki Isten szeretetét jobban kiérdemelte volna, mint te. Mindazonáltal Isten a győzelmedet elodázza, Isten a magyaroktól a szent küldetést nem mondja vissza, de népet küldetésre mássá válik. Igen, győzelmedet Isten elodázza, királyságodat keresztre feszi ki ráadásnak. Országot szétesik, népet az ég ura ellen küzdő sátán leglátványosabb, legsúlyosabb ellentámadásának lesz a szenvedő alanya. Kiválasztott volt a legnagyobb áldozatban teljesedik ki. A legnagyobb áldozatban az abban való belenyugvásban, hogy az Úr Jézus helyett feszítetik a magyarok királysága keresztre. Ha megérted, miről van szó, akkor meg is nyugszol. Mátyás. Nem tudom kimondani, hogy legyen meg Isten akarata. Nem tudom kimondani. Vitéz. Népünk hát a kereszt népe marad mindaddig, amíg szükséges. Nem áltatlak azzal, hogy rövid ideig győzelmed nem azért marad el, mert Isten megmaradt, megtagadott téged, hanem azért, mert méltónak talált az ő keresztjére. Mátyás. Legyen meg Isten akarata. Vitéz, nyugodj meg, Isten szeretetje, védetje, kiválasztottja. Győzelmedet Isten csak elodázza. Mátyás, nem hiszek neked. Ki tudja, ki küldött. Lehetséges, hogy nem is Isten küldött. Isten üzenetét az élő igazság valamelyik méltó megjelenési formája hozta volna. Annyit megérdemeltem volna, hogy ő hozza. Vitéz, most nem hiszel nekem. De ha most nem hiszel nekem, akkor minden szavamat el fogod hinni, amikor az ég másképpen figyelmeztet. A Duna befagy, és a befagyott Dunát villámok világosítják meg, oroszlánjaik pedig egyszerre elpusztulnak, és a budai hollók mind Fehérvárra repülnek. De akkor nagyon megijedsz, jussanak eszedbe régi szavaim. A népünk az ég népe lesz, mert az üdvöt csak a magyarság által érheti el az emberiség. Királyságot keresztre feszítetik, de az emberiség megváltása csak Magyarország feltámadása által következhet be. Országot az üsztörténet legfontosabb országa lesz. A fény a keresztre feszített országunkon keresztül jön vissza a földre. Hát a 21. századról beszélnek már rég. De mindaz, amit itt megjósul, bekövetkezik, legalábbis a történetírók ezt így megírják. Úgyhogy itt a nagy rejtétről többet nem tudunk mondani, mint ami. Tehát rejtély marad olyan szinten, mint ahogy itt rejtély. Viszont az döbbenetes, hogy a Bécsi korszakban is nagyon fontos Mátyás számára, hogy a jövendő felé egyengesse az utat. Tehát már nem a saját királyságával törődik, hanem a Mohács utáni világgal, különös módon. Ami nem biztos, hogy olyan tudatos, mint itt a Dánában. Tehát lehet megérzés, kevésbé tudatos jövőbelátás, de nagyon fontos számára, hogy megszülessenek azok a törvények, amelyek gusba tökötik a jövendő király kezét, mint a látta volna, hogy az már nem magyar király lesz, csak magyar királyá koronázott király. Tehát nagyon fontos, hogy a magyar nemzet méltóképpen küzdjön meg vele. Hát ez nagyjából a Mátyás titka, és itt számunkra az, és ezt megismételném, az nagyon fontos, hogy
az az üsztörténet, ami elkezdődik Mátyással és Mátyás halálával, az tart. Tehát mondhatjuk, méltán hozzátehetjük, ami aztán kimutatható mondjuk Széchenyi István életében és más magyar szakrális fejedelmek életében, hogy tudatában vannak ennek a küldetés tudatnak is, és mondják is, hogy akit Istenre emelt fegyverrel próbálnak megsemmisíteni, ez a Magyarország, ez a magyar nemzet, az nem semmisülhet meg, hanem csak megsemmisíthetetlenné válik. Tehát ez a gondolat adja az erejüket a Mátyás utáni korszakokban is. Azt is hangsúlyoznám, hogy ez most már nem csak magyar kérdés, éppen azért, mert a kereszténység soha ilyen súlyos helyzetben nem volt, és itt felejtsük el azt, hogy milyen magas az életszínvonal a Németországban, és inkább arra gondoljunk, hogy milyen ütemben fogy a német nemzet. És milyen ütemben fogy például a jenki, tehát az amerikai fehér ember. Egyre több városban közli titokban, hogy már abszolút többségben vannak a közép-amerikaiak. De különös módon csoda történik, egy csoda, hát velem is megtörtént, hogy elromlott a kocsink Los Angelesbe. És azt mondja a pap, aki a kocsit vezette, egyébként református lelkész volt, hogy jaj, hát olyan messze van innen egy szálloda, de van itt a közelben egy indián asszony, akinél megszállhatnánk. Szóval oda mentünk az indián asszonyhoz, és akkor az indián asszony a Szent Koronáról beszélt, anélkül tudta volna. Ugyanis azzal támadottak minket, hogy ti egynapos keresztények lettetek. De nem mindig volt így. És mondom neki, hát, hogy már tegezett, én is tegeztem, hogy hát ti milyen keresztények vagytok, azt mondja, hétfő reggeltől hétfő reggelig. Tehát egész hetes keresztények, és a Szent Korona misztériumában, mintha ott élnének, mert iszonyatos nagy erő van bennük. Mintha valamilyen védelem alatt állnának, tehát mikor ez az asszony azt mondta, hogy középkorban is ezt mondta minden magyar asszony, vagy a Szent Korona korszakában, hogy ne sértegessem olyan kérdésekkel, hogy hány gyereke lesz. Mert ő hogy válaszolhat Isten helyett? Tehát ott meg lehetett érezni ezt az erőt, ami úgy a magyarságban is megvolt a Szent Korona védőboltozata alatt. Hát ő nem tudta, hogy mi a magyar Szent Koronatan, csak valamilyen olyan erőről beszélt, ami sokkal hangsúlyozottabban jelen volt a magyar királyságban. Nagyon nehéz helyzetekben. És úgy meg lehetett érezni, hogy minek köszönhetjük a nagy magyar győzelmeket a Habsburg-korban. Tehát itt, hát visszatérve a központi kérdéshez, az a központi kérdés, hogy ez most már nem csak magyar kérdés, hanem az egész kereszténység kérdése, mert az egész kereszténységnek szembe kell nézni a nemzethalál rémével, kivéve az dél-amerikai, meg a közép-amerikainak. De az olyan nagyon, mondom, rejtélyes módon hasonlít a magyar régi szentkoronás magatartáshoz. És ezért változóban nagyon kevés jele van ennek, és nem a hivatalosok ügyködnek Brüsszelbe se ilyen irányba, hanem azok, akik alig tudják hallatni szavukat, de kezd megváltozni a magyar nemzethez való viszony. Valahogy úgy, ahogy Vitéz János megjövendőli Mátyásnak ebbe a látomásába, hogy tudják, hogy az üdv Magyarországon keresztül jön vissza a földre. A fény. Tehát az üdv. Tehát a magyar történelmi misztériumjáték és a misztériumjátéknak kötelező módon van egy utolsó jelenete, nem lehet kikerülni. Nagy misztériumjátéknak is az utolsó jelenete, és hát a Mátyás történet is erről szól, mert ezt jövendőli meg. Úgyhogy erőt kellene
merítenünk a Mátyás történetből, abban nem lehet reménykedni, hogy a magyar, mai magyar színjátszás mondjuk Mátyás drámát bemutasson, mert a mai magyar színjátszás fél Mátyástól. Különös módon, mert jelszavára tűzte, hogy nem óhatja erősíteni a magyar nemzet öntudatot. És amíg nem óhatja erősíteni, nem tér vissza a magyar hagyományokhoz a magyar színjátszás, addig Mátyás királya nem fog foglalkozni. Mátyás király életében nincs olyan, hogy kicsúfolni lehessen. És mai napon csak kicsúfolni szeretnék. Mint hogy meg is próbálják tankönyvírók, megpróbálják tanulmányírók, azt hiszem, hogy nem fog menni, mert az ő élete ennek ellenáll. Hát ennek jegyében én most befejezem, és folytassuk beszélgetéssel.